Május 15-e a család nemzetközi napja, ezzel veszi kezdetét a születés hete. Egerben az Összhang Közhasznú Egyesület mindennapra programmal készül, melynek témáiból most mi is fogunk szemezgetni. A gyermekágyas hagyományokról, az ehhez kapcsolódó szertartásokról és a boldog babamama kapcsolatról beszél Holló Zsófia, két gyermekes édesanya, önkéntes, szoptatási segítő, és Rozgics kis Anita, négy gyermekes édesanya, független dúla, női körvezető. Jó estét! Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntjük Önöket! Mit értünk pontosan az alatt, hogy mit kell tudni a gyermekágyas időszakról? Hát ez szigorúan véve a szülés utáni 6 hetet jelenti, ezt nevezik hivatalosan gyerekágynak. De egyébként van olyan bába, aki azt tartja, Robin Limnek hívják egyébként, írt a gyerekágyról egy külön könyvet, hogy aki egyszer gyerekágyas volt, az egész életére már gyerekágyas marad. Tehát olyan változások történnek ilyenkor a női testben és agyban, amik egész életénet elkísérik ezentúl. Na, akkor engem nagyon érdekel férfi létemre is, bár én túlestem a másik oldalon már ezen az időszakon. Mire kell készülni egy leendő édesanyának erre az időszakra, hiszen azért, ahogy említette, ugye megváltozik a test fizikája, ha lehet így mondani, mentálisan is egy kicsit megváltozunk. Hogy lehet erre fölkészülni erre az időszakra, és milyen praktikák vannak, hogy könnyebben átvészeljük? Bármelyik. Hát nagyon fontos, hogy felkészüljünk rá. Ugye nagyon sok anya csak a szülésig készül előre, igen, és gondolkodik, igen, előre, úgy van vele, hogy csak azt élje túl, uh-huh, és elfelejti, hogy bizony jön egy nagyon-nagyon érzékeny időszak, amikor a hormonok táncolnak a lelkében, és nagyon jó lenne, hogyha ők minél nagyobb burokban tudnák megélni ezt a 6 hetet. Hogyha mindenki az ő szolgálatukra, segítségükre lenne, étellel, itallal, akár azzal, hogy elvégzik a háztartási munkákat helyettük, vagy vigyáznak a nagyobb testvére, lefoglalják, és ebben segítenék a családot, nem pedig például jövő és menés lenne, mindenki babát akarna nézni. Uh-huh. Ugye ez az első 6 hét, ez az, ami a korai kötődést megalapozza, az anyának és a gyermekének a jó viszonyát, azt, hogy a szoptatás az hatékonyan működjön, az ők is illatanyagaik, azok folyamatosan cserélődnek, eleve sokkal magabiztosabb gyermek kerülhet ki egy jól megélt gyermekágyból, hogyha ők zavartalanul egymásra tudnak hangolódni az édesanyával. És ugye ez a 6 hét, ez nagyon fontos az anyák szempontjából, abban a szempontból, hogy regenerálódni kell, itt egy hosszú 9 hónapos folyamat, plusz a szülés, és azért mindenképpen fizikailag is regenerálódni kell, ugye, az anyáknak? Bizonyám, és ezért is lenne nagyon fontos az, hogy legalább az első 2 hetet, azt minél inkább pihenéssel töltse az anya. Tehát amennyit csak lehet vízszintben pihenni, csak akkor fölkelni, ha nagyon muszáj. Azért, hogy a szervek vissza tudjanak rendeződni, a méh össze tudjon húzódni. Tehát ezt a 2 hetet, ezt nagyon szigorúan kellene venni, és ez valahogy nincsen benne a köztudatban. Inkább az van benne, hogy oké, megszülted a gyereket, és akkor utána rögtön pattanj föl, és akkor tegyél úgy, mintha mi se történt volna. Holott ezt a 2 hetet legalább, ezt nagyon-nagyon fontos lenne megadni, hogy szigorúan pihenni, amennyit csak lehet, és utána is fokozatosan terhelni a testet, amennyit éppen bír az anya. És szépen lassan. Például lelki szempontból milyen nehézségei vannak ennek az időszaknak, illetve az apa szerepeit hol jelenik meg, és miben, hogyan tud segíteni? Hát ő kezdetektől már nagyon sok mindenben. Eleve abban, hogy teljesen elétével ott van, és mondjuk ágyba viszi az anyukának az ennivalót, akkor tisztába teszi a picit, tehát kicsit megfogja, ringatja addig, amíg mondjuk az anya lezuhanyzik. Tehát tevékenyen is részt tud venni a dolgokban, másrészt pedig lelkileg is támogatni az anyát. Tehát, hogyha az apák is tisztában vannak ezzel, hogy szülés után azért itt egy hormon cunami söpör így végig így az anyán, és tudják ők is azt, hogy teljesen normális, ha az egyik percben sír. Azt hiszi, hogy ő a legrosszabb anya a világon, mert éppen akkor nem megy a szoptatás. A következő pillanatban sikerül, és akkor meg olyan boldog, hogy örömében sír. Tehát, hogy ezek teljesen normális én dolgok. Érzem, ez ilyen. Vasúd, hát nagyon durván. Abszolút. És hogy ez oké, ez így rendben van. Tehát nem bolondult meg az anya, nem fog mindig így maradni, hanem ez egy átmenet és érzékeny időszak is. Ilyenkor fogni kell a kezét, hogy jól csinálod, ügyes vagy, csak így tovább. Ezt Juditnak mesélte meg a műsorát, úgy működött, a kicsi az hasfájós volt, akkor még nem tudtuk, hogy laktózérzékeny.
És akkor este a színházból, amikor hazamentem, akkor átvettem a gyereket, a vállamra tettem, és akkor mentem a nappaliba, hogy fürgerók a lábak, surranok is árnyak. A gyerek azóta nem nézte meg a Vukkot, tehát nem volt erre hajlandó. De szóval, uraim, tevékenyen részt kell vállalnunk nekünk is ebben az időszakban, ugye? Mindenképpen, hogy harmonikus legyen utána a baba és az anya között a kapcsolat. Bizony, bizony. Meg éreztetni az anyával is, hogy nincs egyedül ebben a feladatban. Segíteni, hogy ő tudjon pihenni és átvenni egy picit. Ezek mind-mind nagyon-nagyon fontos, akár férfi feladatok is. Akkor a gyakorlati részét nézzük meg egy kicsit a dolognak. Ugye létrejön várandóság, készülünk a szülésre ezerrel. Hogy lehet egy kicsit tudatosabbá tenni a leendő édesanyákban az, hogy készüljenek fel erre a 6-7-es időszakra? Milyen lehetőségeik vannak, hogy megismerjék ezeknek a nehézségeit, vagy ennek az időszaknak a nehézségeit? Ugye manapság eltűnőben vannak világunkból a szertartások. Ugye régen, ami különböző életszakaszoknak voltak bizonyos ünnepei, rituálii, amiket segítették, akár a szülésre készülve egy útra bocsájtó mély áldó szertartás, illetve a gyermekágynak a kezdetét és a végét jelző szertartások. Régen, amikor letelt a gyermekágy, akkor az anya először ment el a templomban, utána a koma asszonyaival, asszonypajtásaival ezt megünnepelték, és köszöntötték, pláne hogyha az első gyermekét szülte, akkor az asszonyok körében, és ezzel asszonyá avatták őt. Ezek ugye ma már nincsenek meg, és nagyon klassz lenne, hogyha erre is egy picit felkészülnénk, ráhangolódnánk, hogy ahogy a test bezárul, ahogy a gyermekünkkel tényleg így egy jó kapcsolatot tudtunk kialakítani, akkor lezárjuk az egész várandóságot, a szülést, akár avval, hogy a csontok összezárását segítjük, például egy kendős kötéssel, vagy pedig egy szülés utáni fürdővel, amivel szépen kilélegezzük, elengedjük ezt a gyönyörű időszakot, és felkészülünk az anyaság mindennapjaira. Egy picit beszéljünk arról, ami már elhangzott, hogy mi is az az anyami áldó szertartás, mi történik ilyenkor? Hát egyrészt ünnepelünk, megünnepeljük az utolsó napjait és a harmadik trimeszterét a várandóságnak, és egyben elkezdjük elengedni és felkészülni a szülésre. Áldást kérünk akár a saját édesanyánktól, nagymamáinktól, nőtársainktól, anyatársainktól, egy megerősítő üzenet, egy közös tánc, egy éneklés formájában. Ha lesz esetleg dúlánk vagy más segítőnk a szülésnél, akkor ezen ő is részt vehet. És a legtöbbször egy ilyen szertartást azt egy kapuval zárunk, amin átmehet a szülőanya útnak indulva, megerősödve, hogy belevesse majd magát a szülés vajúdás folyamatába. Na de jó. Egy kicsit engem az is érdekelne, hogy ugye mind a ketten édesanyák, kettő, illetve négy gyermekkel, az első gyermekkel hogy élték meg ezt az időszakot? Fú, hát... Nehéz volt, mert akkor én is beleestem abba a hibába, hogy bár készültem, jártam ilyen tájékoztató anyacsoportokra, jártam kismama jógára, elolvastam, nem azt mondom, hogy egy csomó könyvet, de úgy kiszelektáltam egy pár lényegeset, amit úgy gondoltam, hogy na, akkor én ezeket most elolvasom, és el is olvastam. De ugye első gyereknél hajlamos csak a szülésig látni az ember, tényleg, hogy valahogy meg kell szülnöm ezt a gyereket, aztán utána oké, valahogy szoptatom, arról még úgy nagyjából olvasgatok, de hogy a gyerekágy az mivel jár, hogy akkor mik zajlanak le a testben, és hogy az tényleg normális, hogyha így nem vagyok önmagam egy pár héti szülés után, tehát erre nem készültem, és én magamon lepődtem meg rettentően, hogy úristen, mi van velem? Tehát, hogy vagyok én? Tehát, hogy ez most már mindig így lesz, hogy mindenen sírni fogok, meg mindenen kiborulok, meg nekünk voltak szoptatási nehézségeink az elején a kislányommal, tehát hozzánk kellett szoptatási segítő, tehát vannak ugye ennek is fokozatai. Hát én ugye a legalján vagyok ezzel a kis önkéntes segítő képzésemmel, de vannak hivatásos, úgynevezett IBCLC szoptatási tanácsadók, akik évekig tanulnak, és minősítést szereznek, és ezt a minősítést meg is kell, hogy újítsák, akik ugye az ilyen komolyabb esetekhez kijönnek házhoz, és akkor segítenek. És hogy a kislányom részéről is voltak nehézségek, meg részemről is, úgyhogy mi 5 hétig azért úgy kőkeményen küzdöttünk a szoptatásért, végül sikerült, úgyhogy ez is indította engem egyébként ezen az úton, én hogy szeretnék kérdezni, én is. Ez hozzásegített. Hát ez nagyon ez a tapasztalat, hogy szeretnék én is segíteni az anyáknak, amiben csak tudok, meg ugye a gyermekágyas dúlaság felé is ez
ez a tapasztalat indított el, hogy tényleg olyan jó lenne, hogyha ez is bekerülne így a köztudatba, hogy informálódunk a várandóságról, informálódunk a szülésről, szoptatásról, és akkor informálódjunk a gyerekágyas időszakról, hogy mi várható, mi fog történni akkor a testünkben, mi fog történni a baba kis testében, amikor ugye megszületik, kikerül az anyaméből a külvilágba. Tehát neki milyen életani szükségletei vannak, nekem mit lesznek a szükségleteim, és ezt hogyan lehet összehozni. És egyébként annyira szépen összecseng, hogy a babának vőrkontaktusra, az anyukájára van szüksége, az anyaillatra, az anya testmelegére, mert ő még nem tudja sem a hőjét szabályozni, azt se tudja, hol van, mikor megszületik. És az anyának meg szintén arra van szüksége, hogy a babája minél szorosabban, minél közelebb legyen hozzá, hogy a tejtermelés ugye be tudjon indulni, az oxitocin ugye el tudjon indulni, és azt a hormonsokkot kompenzálni, ami a szülés után történik. Tehát az a legjobb mindenkinek, hogyha ők ketten minél többet így együtt, és pihennek, és összehangolódnak, és akkor szépen ki fog sütni a nap 6-7 után, minden helyre áll, beáll egy ilyen, nem mondanám rendszernek, de valami kis olyan féle, és összehangolódik. Az első gyermek? Talán az első gyermekágy volt a legnehezebb számomra a négy közül, pont azért, mert nem voltam rá kellően felkészülve, és akkor még nem éreztem a negatív hatásait, inkább később, mert ugye az ember úgy van vele, hogyha lejár a mosását, akkor azt fel kell emelni, el kell vinni, ki kell teregetni, és azt gondolnánk, hogy ez az élet rendje. Holott például régen azt is tartották, hogy az az anya, aki egy pohár víznél nehezebbet emel meg a gyermekágyas időszakban, az megmétejezi a kutak vizét. És egy ilyen babonával próbálták az anyákat arra ösztönözni, hogy nem, igenis csak feküdjenek, és ne végezzenek semmilyen házi munkát. Én a saját testemen éreztem később, hogy bizony ezek az emelgetések, egy kicsit csak összetakarítok, még az ott útban van, akkor azt arrébb teszem, ezek mind nem biztos, hogy kellettek volna, és sokkal könnyebben épült volna a testem, hogyha ezek nincsenek meg, de nyilván azért utána szültem még 3 gyermeket, hogy ezt mind kicsit helyre tudjam tenni. De jó, akkor most ezt sikerült helyre tenni. Jó. Igen. Gyorsan tényleg egy mondatban, mert elszaladt az idő, milyen programokkal készülnek erre az egy hétre, vagy hol lehet önökkel találkozni? Születés hetével kapcsolatban. Lesz ugye gyermekágyról egy beszélgető körünk 17-én kedden 11 órától az Összhang Egyesület Barkóczi utcai címén. Ugyanazon a napon délután lesz 18 órától az átalakulások terében egy útrabocsájtó szertartás, ahol Szabó Vadóc Bianca társammal együtt tartjuk meg ezt a szert a várandó szülés előtt álló édesanyáknak. Illetve pénteken pedig délután lesz, ahol még velem találkozhatnak, egy kerekasztal beszélgetés az otthon szülést övező tényekről és tévhitekről. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek hozzánk, és egy kicsit beszélhetünk erről, mert valóban erről kevesebbet beszélünk. És még annyit szeretnék elmondani, hogy 26 program lesz a születéshete kapcsán, és az Összhang Egyesület Facebook oldalán ez mind megtalálható. Ez egy fontos, mert akkor az Összhang minden Egyesület Facebook oldalán tájékozódhatnak az összes programok. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Köszönjük szépen.